Ismerd meg a cselekvést, történést, létezést kifejező szavakat, vagyis az igéket. Lássuk, hogyan tudjuk megkülönböztetni a cselekvést, történést és a létezést kifejező szavakat egymástól. A cselekvést jelentő szavak esetében a cselekvés függ a cselekvő akaratától, vagyis én lapozom a könyvet, vagy te hajtogatod össze a papírt, illetve ő kerékpározik, és így tovább. Kérdése, mit cselekszik? A történést kifejező szavak esetében a cselekvés nem függ a cselekvő akaratától. Tehát virágzik akkor is, ha a cselekvő nem óhajtja. Virágzik a fa, vagy virágzik valamelyik növény. Szakad, hull, és így tovább. A létezést kifejező szavak a cselekvő létét, vagy nem létét fejezik ki. Egyszerű megjegyezni, ez a négy van, van, volt, lesz és nincs. Szólásokat, közmondásokat olvashattok, a mondatokból azonban hiányoznak a létezést kifejező szavak. Pótoljuk ezeket. Lássuk az első mondatot. Vajon milyen létezést kifejező szó hiányzik a mondatból? Így van, ha nincs ló, jó a szamár is. Ugye értitek a jelentését? Ha nem kaphatod meg a legszebbet, legjobbat, a feladatra legalkalmasabbat, használd azt, ami rendelkezésedre áll. Lássuk a másodikat. A falnak is füle, így van, a falnak is füle van. Vagyis ne beszéljünk túl hangosan, mert nem tudjuk, ki hallja meg. Bőg a szamár, eső, eső lesz. Ez a népi időjárás megfigyelésre vonatkozik, ha hosszasan bőg a szamár, eső következik. Kutyából nem lesz szalonna. Az alaptermészeténél fogva rossz, kegyetlen ember ilyen is marad. Lássuk az utolsó előtti. Annyi esze van, mint a tyúknak. Ezt a nagyon buta, nagyon ostoba emberekre mondják. És az utolsót biztos már sokszor hallottátok. Egyszer volt Budán kutyavásár. Ennek két értelmezését is ismerjük, csak egyszer szokott kivételes szerencséje lenni az embernek, vagy a másik értelmezése, elutasítás, leintés kifejezése, abból, hogy egyszer megengedtek valakinek valamit, még nem következik, hogy máskor is megengedik neki ugyanazt. Szavakat olvashattok négy oszlopba rendezve. A cselekvést, történést, létezést kifejező szavakat válogassátok ki ezek közül, és írjátok le a füzetbe, de úgy, hogy először csak az első oszlopból, aztán a másodikból, és így tovább. Ha ezeket a szavakat leírtátok, vagyis az igéket kiválogattátok, olvassátok össze ezeknek a szavaknak a kezdő betűt. Egy mondatot kaptok. Írjátok le a füzetbe az igéket, én pedig hamarosan megmondom a megfejtést. A megfejtés nem más, mint jól dolgoztál. Cselekvést kifejező szavakat soroltam fel. Alakítsátok át a kérdésnek megfelelően úgy, hogy történést fejezzen ki. Lássuk a példát. Eltörtem. Vagyis eltörtem a bögrémet. Alakítsuk át, mi történik? Eltört. Vagyis leesett a bögre és eltört magától. Elszakítja. Elszakítottad például a papírt, mert túl nagy volt a hajtogatáshoz. Alakítsuk át ezt történést kifejező szóvá. Elszakad. Rátettél valamit a papírra, és véletlenül elszakad. Megolvaszt.
cselekvést fejez ki, mama megolvasztja a vajat, mert tésztát akar sütni. Alakítsuk át történést kifejező szóvá. Megolvad, vagyis kint maradt a napon a vaj, és megolvad. Kiborít. Kiborítottam szándékosan egy doboz tartalmát, mert rendet akarok közt benne rakni. Átalakítva történésé. Például megbillent a doboz, és kiborult. Kinyit. Kinyitották valakinek az ajtót. Átalakítva történést kifejező szóvá, az ajtó kinyílt magától vagy a húzattól. És az utolsó, főz. Anya vagy apa ebédet főz. Átalakítva ezt történést kifejező szóvá, fő, vagyis a hús fő az ebédben. Biztos vannak köztetek olyanok, akik szeretnek cirkuszba járni. Én nagyon szeretek. Mindig megcsodálom az idomárok, a légtornászok, az ugrócsoportok ügyességét, bátorságát. Nézzétek meg most ti is ezt a képet, és írjatok róla, gyűjtsetek minél több cselekvést, történést, létezést kifejező szó. Írjátok le a füzetetekbe három csoportra osztva. Cselekvésre, történésre és létezésre. A cselekvést, történést, létezést kifejező szavak helyes írásával kapcsolatban azt kell tudjátok, hogy ha ítre végződik a szó, hosszan írjuk, egyetlen egy kivétel van, a nyit ige. Az ul, ülre végződő cselekvés, történés, létezést kifejező szavak pedig rövidek. Egy-egy példát is soroltam, szépít, tanul, csendül. Most keresgéljetek ti hasonló szavakat, ítre, ul vagy ülre végződő szavakat. A vonalkák azt jelenti, hogy ott kell betűvel kiegészítened, és annyi betűvel, ahány vonalkát látsz. A következő lapon majd a megoldást látjátok, én mindegyikből négyet még felsoroltam. Próbáljátok meg ti is mindegyikből legalább négyet találni. Íme itt van az előző oldalon olvasott feladat megoldása. Egy rövid szöveget olvashattok, amelyben látjátok, hogy a megy cselekvést kifejező igét pirossal emeltem ki. Mivel mindegyik mondatban ez szerepel, így a szöveg egyhangúvá válik. Alakítsátok át úgy, hogy a megy ige helyett a rokon értelmű szavakat írjátok be. A megy igével rokon értelmű szavakat. Így választékosabbá tehetitek a szöveget. Ha leírtátok a füzetbe, meg is nézhetitek a javasolt megoldást. Összekevert betűket olvashattok, ezekből a betűkből alkossatok értelmes szavakat, mégpedig cselekvést vagy történést kifejező szavakat. Az általatuk alkotott igék nagy része kapcsolódik egy-egy ezen az oldalon látható növényhez. Ha a megfejtést sikeresen megoldottátok, megtaláltátok, megtudjátok azt is, hogy az illető növény hogyan védekezik. Lássuk az első. I-T-C. Az a javaslatom, hogy ahogy elolvasom a betűket, állítsátok le a felvételt, gondolkodjatok, vagy írjátok le a füzetbe a megoldást, aztán indítsátok újra, elmondom a megfejtést és néhány érdekességet az adott növényre. Tehát az első I-T-C, vagyis csíp. Jól gondolkodtatok, a csalánhoz társítjuk. A csaláról tudjuk, hogy gyógynövény, de főzeléket is készítenek belőle,
a spenóthoz hasonlóan kell elkészíteni. A csalán levelén szárán levő mirigyszőrök váladéka okozza a csípő, viszkető érzést. Ezért, ha megcsíp a csalán, ne vakargasd, ne dörzsöld, hanem bő vízzel önts le azt a bőrfelületet, ahol megcsíp. Így ezt a váladékot lemosod a bőrödről, és nem dörzsölgeted bele még mélyebbre a bőrfelületét. Lássuk a másik szót. S-R-U. A megfejtés szúr. Nyilván elsősorban a rózsához kapcsoljuk. Nekem a rózsáról mindig Antoine de Saint-Exupéry, a Kisherceg című ifjúsági regénye jut eszembe. Ti olvastátok már? Ha még nem, érdemes. De ugyanakkor a kaktuszhoz is társíthatjuk ezt a szót. A kaktuszokról biztos láttátok vagy olvastátok már, hogy tövisei nem csak az állatoktól és a leguruló közeldaraboktól védik meg, hanem árnyékolják is a növényt. Egyes tövisek vizet is fel tudnak venni, főleg a rájuk lecsapódó harmadból. Nézzük a következő betű kombináció. K-S-A-G-I-L. Így van, ennek a megfejtése a szaglik. Ugye a szag és az illat között különbség van, a szag az egy kellemetlen. A rafléziához társítjuk. A rafléziának természetes élőhelye Dél-Kelet-Ázsia. Élősködő, más növényen, általában fákon élősködik. Érdekessége, hogy nincs se gyökere, se szára, se levele. Ellenben virágának átmérője körülbelül 1 méter, tömege pedig akár 15 kg is lehet. Nézzétek meg, 5 nagy cirma van, vöröses, melyek egy kehelybe futnak össze. Ebben a kehelyben akár 6 liter víz is elzél. Következő szó A-A-R-G-D. Ugye ti is a ragad szóra gondoltatok. Ezt a szót a ragadós galajhoz társítanám. Ez egy gyógynövény, nagyon gyakori, júniustól szeptemberig, akár az árok partján is meg lehet találni, teája idegnyugtató. A következő T-A-A-T-D. A megfejtés tapad. Ezt is a ragadós galajhoz társítanám. A következő E-B-A-R-U-L-Z. A megoldás bezárul. Ez egy kaputtojás. Ehhez nem társul növény, legalábbis az itt láthatók közül. Következő Z-L-I-K-U-B. Helyesen válaszoltatok, bűzlik. Ezt szintén a rafléziához társítjuk, hiszen nagyon kellemetlen, bűzlő, dög szagot áraszt. R-A-P-A-H. Valóban, harap. Ez is egy kakukktojás, ügyesen észrevettétek. Lássuk az utolsót. C-U-S-E-K-Ö-D-I-K-O. Ez egy hosszabb szó, a megoldása összecsukódik. Ezt a szemérmes mimózához társítanám. Ez a növény Dél-Amerikából, az amazonászi esőerdőből származik, körülbelül 2-2,5 méter magas bokor. Érdekessége, hogy összetett levelei vannak, vagyis egy levelet 10-26 levélke alkot. Az összetett levelei olyan érzékenyek, hogyha hozzájuk érnek, vagy akár ráhull az eső, vagy hújja a szél, összecsukódnak. Pár perc múlva majd újra szétterülnek. Érdekes, hogy
naplemente után is összecsukódnak, s napfelkeltekor újra kinyílnak, de csak akkor, ha nem borús az idő. Ha elkezditek olvasni a képen látható szöveget, észrevehetitek, hogy egy kicsit értelmetlen. Vajon hogyan lehet ezt értelmessé tenni? Nyilván úgy, hogy a pirossal kiemelt szavaknak megkeresitek az ellentétes értelmű párját. Miután megcsodáltátok a színpompás őszi erdőt, írjátok is le a füzetbe, a pirossal kiemelt szavak rokon értelmű igényét. Ugye így már nem is olyan értelmetlen a szöveg, és a fák életéről is megtudtatok egymást. Egy különleges fényképet mellékeltem. Egyébként én nagyon szeretek fényképezni, és titeket is csak erre szeretnélek ösztönözni. Ha van egy fényképezőgépetek vagy egy mobiltelefon, próbáljatok különleges képet készíteni. A fényképezés megtanít más szemben látni a világot, és észrevenni apró részleteket. Nem utolsó sorban szép emlék marad. Évek múlva, ha megnézitek ezeket a képeket, amelyeket most készítettetek, már biztos nem az jut majd eszetekbe róluk, hogy heteken keresztül kiárási korlátozás miatt a szobába kényszerültetek, hanem az, hogy milyen jó társasjátékoztatok a családdal, és milyen büszke vagy magadra, hogy bár veszítettél, de méltósággal tűrted, és nem morcoskodva, hisztériázva. Örülök, hogy ma is együtt barangoltunk az anyanyelv világába. Íme itt a jutalomkép. Ahogy ezt a fotót néztem, elgondolkodtam azon, vajon miről beszélgethet a madár a mókussal. Esetleg bekapcsolódik a gomba, a páfrány, az icipici katicabogár, vagy a korhat patörzs is a beszélgetésbe. Kapcsolódjatok be ti is. Meséljétek el, abban a kicsi történetben, amit megalkottok, meséljétek el azt is, hogy veletek ma milyen jó dolog történt. Én biztos vagyok benne, hogy a képen látható szereplők csupa jó dolgokat mesélnek egymásnak. Ha elkészült az érdekes rövid kis történeted, hívd fel valamelyik osztálytársadat, vidd fel vele, olvasd fel neki. Bună ziua, dragi copii iubitori de povești! Știm cu toții că fiecare copil îndrăgește poveștile, basmele pe care le povestește mama, pe care le citim, deja suntem mai mari și ne place să citim povești și basme care ne ajută să ne dezvoltăm vocabularul și care ne aduc învățăturile pe care le aduc. Azi v-am pregătit o poveste. Este o poveste în care e vorba despre animale din care putem învăța. Vă voi citi povestea. Vă rog să ascultați cu atenție. Corbul și vulpea. După la fontan. Într-o zi, corbul a furat o bucată de cașcaval. A stat cu cașcavalul în cioc, pe creanga unui copac. A trecut pe acolo vulpea și iată, care i-a zis cu vorbe dulci, ce frumos ești, corbule! Dacă ai avea și glasul ca penele, ai fi o adevărată minune a pădurii. Corbul încrezut și-a umflat penele, și-a deschis ciocul și-a început să cânte. În clipa aceea i-a căzut cașcavalul din cioc. Vulpea a luat cașcavalul și l-a mâncat, apoi i-a spus corbului. De toate ai,
nu mai minte n-ai. Așa-i că ați înțeles mesajul acestei povești. Haideți acum să discutăm puțin despre ea. Să ne uităm în primul și în primul rând care este titlul acestei povești. Titlul se află scris acolo sus în mijloc. Corbul și vulpea. Bun. Cine este autorul? Autorul acestui baz, acestei povești, este La Fontaine. Este un autor francez care a adunat foarte multe povești și în general în care e vorba despre animale și care vin cu o învățătură, cu o lecție din care putem să învățăm foarte multe. Vom discuta și despre acesta. Dar pentru a înțelege și mai bine acest text, vom pune niște întrebări pe care vi le-am pregătit pe această creangă frumoasă de primăvară. Pe frunzele copacilor sunt scrise întrebările. Vom folosi cuvintele, vom folosi acele întrebări pentru a găsi cât mai ușor înțelesul și mesajul acestui baz. Hai să vedem care este prima întrebare pe care trebuie să o folosim. Prima întrebare este cine? Ajutați-mă să formulăm întrebări care să folosească, în care să folosim cuvântul cine. Na, care va fi prima întrebare? Bun, ne gândim la personaje. Cine sunt personajele? Vom și răspunde la întrebări. Personajele sunt corbul și vulpea. Perfect! Putem să formulăm și o altă întrebare care să înceapă cu cine? Sigur că putem. Cine a furat o bucată de cașcaval? Răspunsul este, așa cum v-ați gândit, corbul a furat o bucată de cașcaval. Bun. Mai aveți și alte întrebări. Știu. Cine a trecut pe acolo? Vulpea a trecut pe acolo. Foarte bine. Cine și-a umflat penele? Corbul și-a umflat penele. Gândiți-vă, pentru că sunt foarte multe întrebări pe care le putem formula cu ajutorul acestui cuvânt. Este un cuvânt interrogativ, nu trebuie să rețineți, dar este un cuvânt pe care îl folosim pentru a pune întrebări. Și dacă suntem foarte atenți, în întrebare deja se află jumătate din răspunsul pe care trebuie să-l dăm la acea întrebare. Bun? Mai găsim? Cine a început să cânte? Cine și-a deschis ciocul? Cine este corbul? Corbul și-a deschis ciocul. Corbul a început să cânte. Perfect! Și mai găsim una. Știu! Cine a zis cu vorbe dulci? Cine a folosit vorbe dulci? Vulpea șiriată a folosit vorbe dulci. Perfect! Am formulat foarte multe întrebări cu ajutorul acestui cuvânt. Haideți să mergem mai departe. Unde? Unde? Răspunsul la această întrebare ne va arăta întotdeauna locul unde se petrece acțiunea, unde se desfășoară o acțiune. Unde? Unde a stat
Corbul. Corbul a stat pe creanga unui copac. Putem să folosim și alt cuvânt în loc de creangă. Putem folosi perechea lui care are același sens. Corbul a stat pe ramura unui copac. Foarte bine. Unde? Unde? Putem să folosim și alte întrebări? Putem să formulăm și alte întrebări cu acest cuvânt? Haideți să ne gândim împreună. Unde a trecut vulpea? Vulpea a trecut pe acolo. Unde era corbul? Corbul era în pădure. Perfect. Foarte bine. Mergem la următoarea întrebare. Haideți să vedem. Ce s-a întâmplat? Când formulăm această întrebare, ne gândim întotdeauna la acțiuni, la cuvinte care ne arată o acțiune. Ce s-a întâmplat? Haideți să vedem care vor fi acele întrebări pe care îl vom putea formula, pe care le vom putea formula. Ce s-a întâmplat cu cașcavalul? Cașcavalul a fost luat de vulpe. Ce s-a întâmplat cu corbul? Corbul a fost păcălit. Da? Ce s-a întâmplat? Mai găsim și alte întrebări. Ce s-a întâmplat într-o zi? Ce s-a întâmplat într-o zi? Într-o zi, corbul a furat cașcavalul. Perfect! Vedeți câte întrebări putem să găsim cu ajutorul acestor întrebări. Hai să mergem mai departe. Următoarea întrebare de pe creanga noastră, de pe ramura noastră, e când? Răspunsul la acest cuvânt ne va arăta timpul. Când a furat corbul cașcavalul? Când? Într-o zi a furat corbul cașcavalul. Avem grijă la scrierea acestui cuvânt într-o, pentru că trebuie să reținem că îl scriem cu liniuță. Și într-o și într-un. Și puteți să vă gândiți la niște exemple pe care le folosim și să scriem corect aceste cuvinte. Într-o zi, într-o vacanță, într-o duminică, într-o școală, într-o clasă. Iar când vorbim de într-un, într-un magazin, într-un penar. Perfect! Rămânem la întrebarea noastră. A fost doar o paranteză în care am explicat scrierea acelui cuvânt. Hai să vedem. Când? Când a căzut cașcavalul? Da? Îl găsim spre final când vorbim despre momentul în care corbul și-a deschis ciocul. Când a căzut cașcavalul? Când corbul și-a deschis ciocul. Știm ce înseamnă cioc? Este perechea cuvântului plisc. Da? Plisc. Cioc. Foarte bine. Bun. Haideți să mergem mai departe. Următorul cuvânt este cum. Cum era corbul? Corbul era flămând, pentru că altfel n-ar fi furat cașcavalul. Cum era corbul? Corbul era încrezut, era îngânfat. A putut fi foarte ușor păcălit.
era vulpea. Vulpea era șiriată. Vulpea era șiriată. Vulpea era vicliană. Vulpea e roșcată. Știm că e un animal foarte, foarte șiret care fură chiar și găinile din cotețele oamenilor. Foarte bine. Mergem mai departe și căutăm întrebare în care să folosim cuvântul pe cine. Pe cine l-a ascultat? Pe cine a ascultat corbul? Corbul a ascultat vulpea. Pe cine a păcălit vulpea? Vulpea a păcălit corbul. Pe cine? Foarte bine ați găsit aceste întrebări. Și mai avem două întrebări. După care ne vom uita puțin la acest text împreună și vom discuta despre ea. Despre el. Ce fel de? Ce fel de pasăre e corbul? Corbul e o pasăre neagră. Dar dacă ne gândim la poveste, ce fel de corb era? Corbul era încrezut. Ce fel de vulpe a sosit sub acel, la acel copac? Ce fel de vulpe? Vulpea șiriată a sosit. Ajutați-mă să căutăm alte întrebări. Ce fel de vorbe i-a adresat vulpea? Vulpea i-a adresat vorbe dulci, vorbe frumoase. Pentru că știa că va reuși să păcălească corbul. Bun. Și ultima noastră întrebare. De unde? De unde a furat corbul? Nu apare în text, dar putem să ne gândim. Corbul a furat cașcavalul de la oameni sau dintr-un sat. Bun, alte întrebări putem să găsim. Haideți să ne gândim. De unde a căzut cașcavalul? Cașcavalul a căzut din ciocul corbului. Foarte bine. Înseamnă că prin aceste întrebări am înțeles povestea noastră. Haideți să ne uităm acum. Vom citi încă o dată textul și să ne uităm puțin pe structura acestui text. Corbul și vulpea. După La Fontaine. Într-o zi, corbul a furat o bucată de cașcaval. A stat cu cașcavalul în cioc pe creanga unui copac. A trecut pe acolo vulpea șiriată, care i-a zis cu vorbe dulci: ce frumos ești, corbule! Dacă ai avea și glasul ca penele, ai fi o adevărată minune a pădurii. Corbul încrezut și-a umflat penele, și-a deschis ciocul și-a început să cânte. În clipa aceea i-a căzut cașcavalul din cioc. Vulpea a luat cașcavalul și l-a mâncat, apoi i-a spus corbului: de toate ai, numai minte n-ai. Bun. Acum ne vom uita care este structura acestui text. Avem scris titlul și autorul. Vă rog să vă uitați câte alineate are acest text.
Ați reușit? Foarte bine! Acest text are 4 aliniate. Împărțim puțin pe fragmente, pe aliniate și vom încerca să formulăm câte o propoziție cu propriile noastre cuvinte. Haideți! Din primul aliniat am înțeles: corbul a furat un cașcaval. Sub această creangă pe care stătea corbul, a sosit vulpea și riată. Acesta este primul aliniat din care noi am cunoscut personajele, am cunoscut locul unde se petrece acțiunea și am cunoscut și timpul când se petrece acțiunea. Toate aceste informații le primim întotdeauna în primul aliniat, care poate fi numit și... cum se numește? E prima parte a unui text. Oare puteți să mă ajutați? Este introducerea. Așa este. Ce vom afla din al doilea aliniat? Avem un dialog, foarte bine ați observat, sunt cuvintele vulpii, cuvintele pe care le adresează corbului. Sunt niște cuvinte dulci, sunt vorbe dulci. Cum vom spune cu propriile noastre cuvinte? Vulpea a lăudat penele corbului și l-a rugat să cânte. Pentru că în momentul în care noi începem să povestim, nu folosim dialogul. Deci, în prima parte, am făcut cunoștință cu personajele, locul și timpul acțiunii. În continuare urmează acțiunea. Urmează să aflăm ce se întâmplă în acea acțiune. Corbul a lăudat penele, vulpea a lăudat penele corbului și l-a rugat să cânte. Perfect! Am reușit să formulăm până acum 2 propoziții împreună. Următorul alineat ne spune cum a reacționat corbul. Ce a făcut corbul când a auzit vorbele dulci ale vulpii? Corbul a crezut lauda vulpii și a început să cânte. În acel moment și-a scăpat cașcavalul din cioc, din plisc. Ce a făcut vulpea? A luat cașcavalul și l-a mâncat, pentru că era foarte flămând. Da? Și îi și spune învățătura. Învățătura se află în ultimul dialog. De toate ai, numai minte n-ai. Haideți să reformulăm puțin povestea cu ajutorul cuvintelor pe care le știm noi. Și să încercăm după acela să înțelegem mesajul acestei povești. Corbul a furat o bucată de cașcaval. S-a așezat pe ramura unui copac și în curând a sosit și vulpea. Vulpea a lăudat penele corbului și l-a rugat să cânte. Corbul a crezut vorbele dulce ale vulpii și a început să cânte. În momentul în care și-a deschis ciocul, cașcavalul a căzut. Vulpea a luat repede cașcavalul și l-a mâncat.
Știam că vom reuși să formulăm împreună acest text, care este de fapt un rezumat foarte scurt al poveștii. Haideți să vedem, în încheiere, ce putem noi învăța din această poveste. Așa este. Mesajul acestei povești: să nu credem niciodată în vorbele dulce ale unor persoane. Pentru că niciodată sau foarte rar sunt acele situații în care cuvintele de laudă sau vorbele frumoase, dulce ale oamenilor sunt sincere. Pentru a ne da seama de faptul cum gândesc oamenii despre noi sau despre o situație, trebuie să ne uităm întotdeauna la ceea ce fac și nu ceea ce spun. Pentru că acțiunea e aceea care arată cum este de fapt un om. De foarte multe ori, oamenii ne spun ce ne place să auzim, ce vrem noi să auzim. Dar dacă ne uităm puțin la ce fac oamenii, ce fac prietenii noștri în fiecare zi, ne dăm seama de adevăratul lor caracter. Vă mulțumesc pentru atenție și sper din suflet că această poveste v-a fost de ajutor și ați înțeles cu adevărat mesajul ei. La revedere! A mai órán új fejezethez érkeztünk, melynek címe Mértékegységek és mérőeszközök. Az első órán a hosszúság méréséről fogunk tanulni. Tudtad-e? Régen, amikor még nem voltak pontos mérőeszközök, az emberek hétköznapi tárgyakkal, testrészeikkel mértek mindent. Figyeld meg, milyen mértékegységeket használtak a hosszúság méréséhez. Használtak araszt, láb, hüvelyk, öl és lépést is a hosszúság mérésére. Araszt úgy mértek, hogy a kézfejüket, a hüvelyk és a kisujjuk távolságát mérték, lábat úgy mértek, hogy a talpuk hosszúságát, hüvelyket a hüvelykujjuk segítségével mértek, ölt a kartávolságukkal mértek, és lépést a két lábfejük segítségével mértek. Igen, de adódott az a probléma, hogy nem mindenkinek volt egyforma keze, egyforma lába vagy egyforma kartávolsága. Éppen ezért bevezették az egységes mérőeszközöket, amelyeket ma is használunk. A hosszúság mérésére szolgáló mérőeszközöket, amelyek a vonalzó, amit biztos mindannyiótok ismertek, és biztos mindannyiótoknak van otthon a toltartójába, a mérőszalagokat, illetve a colostokot. Ezekkel hosszúságot lehet mérni. A colostok is centiméterben mér, a mérőszalagok is, és a vonalzó is. A vonalzó ezek közül a legrövidebb távolságot méri, a colostok maximum 2 méter hosszúságot mérhet, a mérőszalagok pedig akár 5 méteres hosszúságot is képesek lemérni. Na de melyiket mikor használhatjuk? A colostok ugye 2 méterig mér, lemérhetjük vele az ajtó távolságát, mármint hosszát, vagy a kilincs távolságát a földtől, hasonló távolságokat. A mérőszalagot, a baloldalit leginkább a varrónénik használják a varrodában, amellyel anyagot lehet mérni. Ez egy kicsit rugalmasabb, tehát az alak után is tud menni, hajlékonyabb, mint például a colostok, vagy a vonalzó. Illetve az utolsó mérőszalag, amin itt írja, hogy 5 méteres, ezzel a bácsik dolgoznak az építkezésen, vagy akár nagy tata, hogyha lemér vele egy hosszabb fát, amit felhasznál kerítés elkészítésére, vagy asztalos bácsik, akik asztalt szekrényt készítenek. Na de, ha már megvannak a mérőeszközök, lássuk, hogy miben is mérünk.
A hosszúságnak a mértékegysége a méter. A hosszúság mérésének alapegysége a méter. Rövidítve ma-vel jelöljük. A méter tört részeiről fogunk a mai óra folyamán tanulni, azaz azokról a mértékegységekről, amelyek a méternél kisebb hosszmértékek. Ezek a deciméter, d-mvel jelöljük, a centiméter, amit c-mvel jelölünk, és a milliméter, amit m-mvel jelölünk. Mint ahogy láthatod, ugye a méter van a legfelső lépcsőfokon, alatta egyel a deciméter, alatta kettő lépcsőfokkal a centiméter, és alatta három lépcsőfokkal a milliméter, ami a legalsó lépcsőfokon áll. Tehát kisebbek, mint a méter, éppen ezért úgy nevezzük őket, hogy ők a méter tört részei. Na de, hogy egy kicsit jobban megértsétek, hogy mekkora különbségek vannak a méter, a deciméter, a centiméter és a méter, a milliméter és a méter között, hoztam nektek egy versikét a hosszúságmérésről. Mondjuk el együtt. Millimétert nő a körmöm, centiméter az új lenyomatom, deciméter a tenyerem belseje, méter a lépésem mérete. Én azt szeretném, hogyha ezt a kis versikét meg is jegyeznénk, mert nagyon sokat fog nekünk segíteni a megértésében, a hosszúságmérés mértékegységeinek a megértésében. Mondjuk el még egyszer. Millimétert nő a körmöm, centiméter az új lenyomatom, deciméter a tenyerem belseje, méter a lépésem mérete. Nagyon ügyesek vagytok, és még egyszer próbáljátok meg úgy elmondani, hogy már nem annyira néztek oda a képernyőre, csak mondjátok. És elképzelitek. Millimétert nő a körmöm, centiméter az új lenyomatom, deciméter a tenyerem belseje, méter a lépésem mérete. Nagyon ügyesek vagytok, biztos vagyok benne, hogy miközben mondtátok. Vannak, akik még mutogatták is, mert hogy nagyon egyszerűen el tudtok mutogatni, hogy mennyi az a milliméter a körmünkön, a centiméternél ugye az új lenyomatomra tettem az ujjamat, a deciméternél a tenyeremet fogtam meg, a méternél pedig a lábam közötti távolságot mértem. A folytatásban pedig nézzük meg, hogy mit is értek én az alatt, hogy kisebb. Mennyivel kisebb? Egy méternél a deciméter pontosan 10-szer kisebb, ami azt jelenti, hogy a deciméter a méternek a tizede. A méternél a centiméter 100-szor kisebb, ami azt jelenti, hogy a centiméter a méternek a század része. A milliméter a méternél pedig 1000-szer kisebb, ami azt jelenti, hogy a milliméter a méternek az ezred része. Na de, hogy egy kicsit még jobban megértsétek, hoztam nektek egy vonalzót. Ez a vonalzó centiméterben mér, ugye? És szépen meg lehet rajta figyelni, hogy pontosan mennyi is egy milliméter. Mennyi egy centiméter, és mennyi egy deciméter. Na nézzük csak meg, hol van ez a milliméter? A nullától pontosan egy icipici vonalnyi távolságra, annyi egy milliméter. Nézzük meg a centimétert, a nullától, ugye mindent a nullától mérünk. Pontosan mennyi részre van? Pontosan azt mondja milliméterben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milliméternyire van, azaz 1 centiméternyire van a nullától. Ha 1 centiméterre van a centiméter, akkor a deciméter 10-szer olyan távol van tőle. Na de akkor most itt a kérdés. Hogyha 1 méter 10 deciméter, akkor szerintetek hány vonalzóval tudnám megmérni, hány ilyen 10 centiméteres vonalzóra lenne szükségem, hogy 1 méter tudjak vele mérni? Gondolkozzatok csak! A deciméter a méternek a tizede, tized része. Hány ilyen vonalzóval tudnám lemérni én a métert? Nagyon ügyesek vagytok, 10 ilyen vonalzóval, tehát 10-10 cm-es vonalzóval le tudnám mérni az 1 méteres távolságot. Gyertek velem, gyakoroljunk! Feladat segítségével
Ezen a vonalzón állapítsuk meg, hogy mekkora hosszúságot jelölnek a tüskék. Ugye beszéltünk mi milliméterről, centiméterről, deciméterről és méterről. Gyertek, kezdjük el! Nézzük meg, hogy ez a pici sárga pötty vajon mennyit jelöl. Azt mondja, hogy 1 cm és 1 mm? Nem. 1 cm 8 mm? Nem. Hát 1 mm. Így van, pontosan 1 mm. Menjünk tovább a piros pöcökre. Számoljuk csak ki. Azt mondja, hogy 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. Van itt olyan, hogy 4 mm. Bizony van olyan, hogy 4 mm. Menjünk tovább a zöldre. Azt mondja, hogy 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5, 6, 7 mm. Meg is találtuk. Menjünk tovább. Itt az egyesnél mit jelent az egyes? Hogy már 1 cm fölött vagyunk. De mennyivel? Pontosan 1 mm-rel, tehát az 1 cm és 1 mm távolságra van. Meg is van. Menjünk tovább. 1 cm túlhaladta, de vajon mennyivel? Ugye, 1 cm és 1 fél, az 1 cm és 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 1 cm és 8 mm. Itt már a 2 cm-en túlmentünk, 1, 2, 3, 4, 5 mm-rel, tehát 2 cm-t és 5 mm-t keresünk. Menjünk tovább. A 3 cm-t is túlmentük, de vajon mennyivel? 1, 2 mm-rel, 3 cm és 2 mm a távolság. Nagyon egyszerű a dolgunk, pontosan a 4-esen van az a kicsi pöcök, ami azt jelenti, hogy 4 cm-nél vagyunk. 4 cm-t meghaladtuk, 4,5 cm, ami 4 cm és 5 mm, és még 1, tehát 4 cm és 6 mm-t keresünk. Meg is találtuk, menjünk tovább. Huha, azt hiszem a piros pöcök jön. Így van, 4 cm-t túlmentünk, sőt a 4,5 cm-t is, már majdnem elértük az 5-öt. Tehát akkor 4 cm és 9 mm-nél van a pöcök. Menjünk tovább. 5 cm-t túlmentünk, 5,5 cm-t is, ami 5 cm és 5 mm, pontosan 1-jel, tehát 5 cm és 6 mm-t keresünk. Ha tovább megyünk, a 6 cm-t is meghaladtuk, pontosan 2 mm-rel, tehát 6 cm-t és 2 mm-t mérünk, és az utolsó, nagyon egyszerű, pontosan a 7-esen van a pöcök, ami 7 cm-t mutat. Ha most megfigyeljük, akkor nagyon ügyesek voltatok, gratulálok nektek, mind nagyon ügyesen mértetek velem. Folytassuk egy kis számolással. Arra kérlek benneteket, vegyétek elő a füzeteteket és a ceruzátokat, és írjátok le a következő műveleteket. Diktálom, kérlek figyeljetek, és írjátok. Mondhatom? Kezdem. 19 mm plusz 24 mm egyenlő. Kérlek szépen számoljátok ki. Ha megvagytok, az nem más, mint 43 mm. Nagyon ügyesek voltatok. Menjünk tovább. Következő művelet. Diktálom. 72 méter mínusz 25 méter egyenlő. Kérlek, számoljátok ki. Ha szükséges, írjátok egymás alá a számokat. Ha megvagytok, ügyesen a mértékegységet sem felejtitek el odaírni. Az 47 méter. Menjünk tovább. 12 cm szorozva 4 cm-rel egyenlő. Szorzás van.
számoljátok ki, és az eredmény 48 cm. Menjünk tovább. 84 deciméter osztva 4 deciméterrel egyenlő. Tudjátok, hogy hogy kell osztani. A 8-ban megnézem, hogy hányszor van meg a 4, leírom. Megnézem, hogy a 4-ben hányszor van meg a 4, leírom. És az eredmény nem más, mint 21 deciméter. Az utolsó művelethez érkeztünk. 42 mm osztva 3 mm-rel egyenlő. Megint megnézem, hogy a 4-ben hányszor van meg a 3, ugye ott marad 1, 12-ben a 3, és ha ezt is kiszámoltam, akkor már meg is kaptam, hogy 14 mm. Most pedig ismét egy ügyeskedő feladat következik. A következő feladat a párkeresés. Keressétek meg a párokat, méghozzá úgy, hogy a párok pontosan 1 métert kell, hogy adjanak, hogyha összeadjuk őket. Ugye a kék pöcöknek megfelel egy sárga pöcök. Gyertek és kezdjük is el a számolást. Keressük meg a kék pöcöknek a sárga párját. Ha megfigyeljük az első kéket, mit mond nekünk? 250 mm-hez mennyit kell nekem hozzáadjak, hogy pontosan 1000 mm-t kapjak, ami megfelel egy méternek. Nagyon ügyesek vagytok, 750 mm-t kell, hogy hozzáadjak. Menjünk tovább. 68 cm-hez mennyit kell nekem hozzáadnom, ahhoz, hogy 100 cm-t kapjak, ami megfelel pontosan 1 méternek, 32 cm-t. Menjünk tovább. 300 mm-hez mennyit kell nekem hozzáadjak, hogy 1000 mm-t kapjak? 700 mm-t. Menjünk tovább. 5 deciméterhez hozzá kell adnom 5 decimétert, hogy 10 decimétert kapjak, mert hogy 10 deciméter az pontosan 1 méter. 75 cm-hez mennyit kell hozzáadjak, hogy 100 cm legyen? 25 cm-t kell hozzáadjak, és már is 100 cm-t kaptam, ami 1 méternek felel meg. És a 44 cm, ha 56 cm-rel összeadom, akkor pontosan 100 cm-t kapok, ami ismételten 1 méternek felel meg. Tehát most a párok mind 1 métert adnak össze. Lássuk, hogy jól dolgoztunk-e. Nagyszerű, megtaláltátok az összetartozó párokat. Nagyon ügyesek vagytok. Menjünk tovább. A következő feladat egy szöveges feladat. Gyertek, figyeljétek meg, olvasom. Egy szőnyeg hossza 346 cm, míg egy asztal hossza fele a szőnyeg hosszának. Mennyi az asztal hosszúsága? Hogyan is végzünk el egy szöveges feladatot? Először is értelmezzük az a szöveget. Ugye egy szőnyeg hossza 346 cm, míg egy asztal hossza a fele a szőnyeg hosszának. Tehát írjuk is fel az adatokat. Az adatok, amiket tudunk, hogy a szőnyeg hosszúsága 346 cm. Mi a kérdésem? Hogy mennyi az asztal hosszúsága? Hogyan tudom kiszámolni, hogy mennyi az asztal hosszúsága? Az adatokból kiderül, hogy az asztal hosszúsága fele a szőnyeg hosszúságának, tehát megoldás 346 cm-t elosztom 2-vel. Nagyon ügyesen, gyorsan számoljátok ki, hogy az mennyi. Nagyon ügyesek vagytok, az pontosan 173 cm. Nem felejtjük el a mértékegységet. Tehát a felelethez azt fogjuk odaírni, hogy az asztal hosszúsága 173 cm. Nagyon ügyesek vagytok, gyertek, egy másik feladat következik.
párkereső. A feladat az, hogy a képeket kössük hozzá a nekik megfelelő mérőeszközökhöz, azaz a mérőszalaghoz, a vonalzóhoz vagy a colostokhoz. Nézzük az első képet. A füzetlapnak a lap szélét, vagy akár a füzetlap hosszúságát mivel tudnánk megmérni, vagy ugye megvonalazni? Természetesen a vonalzó segítségével. Menjünk tovább. A padnak a hosszúságát mivel tudnánk lemérni? Mérőszalaggal, vonalzóval vagy colostokkal lenne célszerűbb dolgoznunk? Hát colostokkal is le tudjuk mérni, illetve mérőszalaggal is le tudjuk mérni a padnak a hosszúságát. Nézzük meg a következő képet, az ablak hosszúságát. Hogyan tudnánk lemérni, vagy akár a fal távolságot? Természetesen mérőszalag segítségével. És az utolsó képen egy tolltartót láthattok, amit lemérhetünk nagyon egyszerűen vonalzó segítségével is. Most pedig gyertek velem az utolsó játékos feladathoz. A feladat a következő. A megoldásokat írd be a téglalapba. Számítsd ki! A gondolt mennyiség 30 cm-nél 50 cm-rel nagyobb. Vedd elő a füzetedet, a ceruzádat, és írd le az mértékegységeket. A feladat a következő, a megoldásokat írd be a téglalapba. Számítsd ki! A gondolt mennyiség 30-nál 50 cm-rel nagyobb, 30 cm-nél 50 cm-rel nagyobb. Vajon hogyan számolok? 30 cm-nél 50-nel nagyobb, 50 cm-rel. Milyen műveletet végzek? Összeadást. Összeadom a 30 cm-t az 50 cm-rel, és annak a megoldása 80 cm. Menjünk tovább. A gondolt mennyiség 50 méter és 300 méter összege. Most is, mint az előbb, összegről beszélek, tehát összeadom az 50 métert a 300 méterrel. 50 méter plusz 300 méter az 350 méter. Menjünk tovább. A gondolt mennyiség 3 cm-szer kisebb 45 cm-nél. Figyelj, szer kisebb. Vajon milyen műveletet végzek? Így van. Osztást. Osztom a 45 cm-t a 3 cm-rel. Az eredmény pedig pontosan 15 cm. Menjünk tovább. A gondolt mennyiség 30 cm és 15 cm összegének a kétszerese. Összegének a kétszerese. Tehát először is össze kell adnom a két számot, majd ezt az összeget meg kell szoroznom kettővel. Na gyorsan, akkor adjuk össze. 30 cm plusz 15 cm az 45 cm, és ha ezt a 45 cm-t megszorzom kettővel, akkor pontosan 90 cm-t fogok kapni. Menjünk tovább. A gondolt mennyiség 264 méter fele. Ha feléről beszélek, akkor osztok kettővel. Ezt a 264 métert osszátok el kettővel, az eredmény pedig 132 méter lett. Nézzük meg, hogy jól dolgoztunk-e. Nagyszerűen dolgoztunk, pontosan gondolkoztatok. Nagyon ügyesek vagytok. Köszönöm szépen, hogy ma velem voltatok, és a figyelmeteket is nagyon köszönöm. Sziasztok!